Az Alba Szolnok elődöntő eddig hozta azt, amit a legtöbben vártak, szoros csatákat, erős hazai pályát és kiegyenlített párharcot. A fehérvári első mérkőzésen az Arkonik Alba Fehérvár megszokott erős harmadik negyedével tudta ellensúlyozni, hogy az első kettőben a Szolnok jól dobott és agresszíven védekezve a palánk alatt is nehézséget jelentett. Ahogy megszokhattuk, az Alba alapemberei, Vojvoda és a légiósok a nagy tétre jól reagáltak, és végül magabiztos győzelemmel kezdték az elődöntőt. De arra is számítani lehetett, hogy hazai pályán az Ola is erős lesz, ennek megfelelően sokáig úgy tűnt még simábban nyerhet otthon, mint az Alba Fehérváron. A második meccs végén ugyan volt egy jó szakasz a Handro Zubiaga csapatának is, de megérdemelten egyenlített a párharcban a Szolnok. Pénteken pedig jöhet a harmadik, ismét fehérvári meccs, amely általában döntő jelentőségű tud lenni egy három győzelemig tartó küzdelemben. Az Alba még nem kapott ki hazai pályán a szezonban, ezt a sorozatát folytatva egy győzelemre kerülhet a döntőbe jutástól. De ehhez ezúttal az első két negyedben is jól kell bírni az egyre keményebb fizikai kihívást, hiszen a Szolnok bőkerettel és vállaltan agresszív játékkal fárasztja ellenfelét. A jó egyéni teljesítmények mellett a Szolnokon látottnál sokkal jobb lepattanózásra lesz szükség csapatszinten, és ahogy a vezetőedző fogalmazott, néhány apróságon egyebekben is változtatni igyekeznek a fehérváriak. A folytatásban már minden labdáért meg kell küzdeni, péntek estére pedig kiderül, kinek lesz meccslabdája az elődöntőben. Az Arkonik Alba Fehérvár Szolnoki Olaj mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik az Alba Régia sportcsarnokban.